Sziasztok, üdvözlök mindenkit ezen a csodaszép vasárnap délelőttön. Megkezdjük. És hát szerintem megyek egy párat a kedves, mi a neve? Xenomor fal. Mert hát menjünk egyet a Nostromos pályán, de király. Mert hát még soha nem játszottam vele, illetve egyet, de hazudok. Szevasz Tibi. Hát, mondtam, hogy DBD lesz, ki is írtam. Hello, hello. De majd lehet, hogy úgy csinálom, hogy megosztom az időmet, elfelezem, és akkor egyik felébe ez, a másikba meg Texas, vagy nem tudom. Majd kiderül. Na, ilyen jó kis várakozási idők vannak. Több a várakozás, mint az Evil Dead-be. Aha. De nem tudom, hogy miért egyébként. Ez régen nem volt jellemző. Van hangom, Tibi, mert nem hallom magamat egyébként a streambe. Szia, Zsozi! Hello, hello! Mi újság? Ja, oké. Okay. Én nem tudom, én elindítottam a videót, és így magamat így nem hallom. Egyelőre. Na most igen. Jó. Érdekes lesz. Mondjuk szerintem itt is túlélővel gyorsabban talál játékot. Ez a tablet, ez kimaradt éjszakára. És még 2%-on van. Melózok, minden jó. Hol melózol? Otthon? Hogy fogsz dolgozni a héten? Éjszakás vagyok, tesó. Éjszakás vagyok, és ma kezdem az éjszakát. Úgyhogy így a délutánban is így, hát így a streammel így nem tudok belemenni olyan nagyon mélyen. Majd valamikor olyan szerintem olyan legkésőbb 4-5 óra fele abba akarom hagyni, vagy 6. Picit jó lenne pihenni, amit sose szoktam egyébként éjszakás műszak előtt, de... Hát igen, 8-kor keltem. Másnapos, nem vagyok másnapos. Borozgattam tegnap, de másnaposságról szó sincsen. Ja, hogy futárkodsz. Ja, én ezt nem tudtam. Másodállás. Aha, aha. Ezt nem tudtam, tesó. Hát... Büszke vagyok rád, hogy ilyen meló mellett még... Hát igen, már 7:30-kor. Hát igen, én egész héten 4:20-kor keltem, aztán ma így megengedtem magamnak az egy napon a héten, hogy 8-ig aludjak, úgyhogy...
Rendes voltam magamhoz. Hú, emberek, hogyha a killerrel ilyen sok idő a várakozás, hát ez most volt egy 5 perc legalább. Akkor lehet, hogy szörviznem kell majd többet. Hét tízkor. Hát. Az is egy elég korai. Ahhoz képest, hogy egy nap pihenőd van a héten. Este, ha akarod, akkor megy a démon. Jó van. Oké. Okay. Hello Ray. Hello, hello. Még rosszabb, mint én. Oh my god, DVD. Yes. Bár csak tudnék beszélni angolul. I like it very much. Lesznek ma gonosz halottak? No, no, no. Illetve nyet. Na, nézzük. Hogy is van ez? R1. Oké. Okay. Aha, közben látod az embereket, hogyha itt vannak valahol, azt hiszem. Hú, bazzek, de a kamerám ennyire érzékeny, vagy... Ha így most már csak kézzel tudok ütni. Benyomta a turretet ez a rohadék. Hol vagytok? Szia Ling Ling! Hello, hello! Mi újság, Ling Ling? Pihengetés, lazulgatás. Hogy be tudom jelölni, hogy hova menjek, értem. Szia Zsolti! Hello, hello! Mondjatok tanácsokat nyugodtan, mert teljes izé csőd vagyok ezzel a xenomorfal. Aj. Elkészült a második gép is. Hát azt se tudom, hogy hol vagyok. Az alkotaszad, akkor jelez. Ezt meg szét lehet verni, ezt a jóságot, mert ezt most már... Aha. Lábnyomot, stb. De hát eddig rohadtul senkit nem láttam, nézd meg.
Senkit se. Nézd meg, nézek fölfele. Rohadtul senki nincs itt. Túlélővel nem találkoztam gyakorlatilag. Ott van. Na gyere, bogárka. Yeah, egy hit. Nice. Csöndbe legyél, bogárka. Semmi nem bírtam szétverni. Szia, hamburger! Hello, hello! Most vettad le. Nagyon béna vagyok. A bénámnál is béna, úgyhogy... Sorry. A pálya is idegen, de mondom, elbehozom, hogy milyen az új pálya. Jaja. Az alagútba, így nem érzem nagyon érzékenynek a kamerámat, de ha lemegyek az alagútba, akkor brutál rossz. Mi van, Józsi? Akarsz egy kokit? Nem tudod, mennyi meccset hoztál le vele? Egész jó egyébként, tehát hogy jó kis szörnyeteg. Tetszik meg minden, de... Nekem még nehéz. Van bogárka. Ez szét van verve. Ajá, nem, oda. Hova kell mennem? Ajde. Hát ezt jó elnéztem. Muszáj a föld alatt mászkálni, néztem egy videóba, mert akkor gyorsabban töltődik vissza ez a farok támadásod is. Próbáltál hozzá buildet? Hát nekem egyelőre szerintem tök mindegy, hogy... Mivel tolom, mert... Na... Ez viszont jó, ez tetszik. Hát a gépet... Én nem tudom, hogy miért mondják ezt írjátok már erről a véleményeteket, de miért mondja azt valaki, hogy ez a játék, ez gyilkos párti? Tehát ezt miért mondják? Hát nézzétek meg, hogy oké, hogy béna vagyok. Demo is nem ez is. Én oké, hogy nem játszom jól. De olyan gyorsan szerelik be a túlélők a gépeket, hogy az valami félelmetes, tehát...
Hallottam itt nyögni valakit. Mert őket busztolják, ez a pletyka. Hát lehet, de... De hát nézzé meg egy meccset, megyek majd olyan killerrel is azért, akivel egy kicsivel jobb vagyok, mint ezzel. És nézzé meg egy meccset, hogy gyakorlatilag pillanatok alatt, tehát hogy leversz egy túlélőt, már kész van a generátor. Nem egy generátor, kettő vagy három elkészül, mire egy túlélőt leversz. Akkor nem szórakozunk, bogárka. Megkapod a mountain bike-ot, hálízed. Szóval szerintem marhára túlélő oldali a játék, mocskosul. Ha szerelnek, ha összedolgoznak csapatként, akkor... Én úgy vagyok vele, hogy meg kell tanulni vele játszani. Hát... Igen, egyébként, de szerintem... Szerintem túlélő párti a játék teljesen. Na nagyon, hát mondom, azért vannak a... Voltak olyan időszakaim, amikor a nőrszel egészen jól játszottam, és ott is bejöttem, a kicsit ügyesebb a csapat. Egy embert leütöttem, nem is extrém idő alatt. Kétszer, két blinkből megvolt, vagy háromból maximum. És utána elkészült három generátor, tehát... egyszerűen úgy szerelnek, mint a sáskák, úgy szoktam mondani, tehát egy brutál mód gyorsan. Van még ezekből a szarokból. Én senkit se láttam itt közlekedni egyébként. Túlélőre ez van is, ellenkezőleg is. Ott van a bogárka. De jó volt ez. Ez viszont nagy előnye neki. Ez nagyon nagy előnye. Ez a... Hol van itt Campo? Há, köszi. Na, hát végül is húkom is lett, már ennek is örülni kell, tehát... Itt már ennek is örülni kell, hogy egyáltalán fölakasztottam valakit. Jön is értem már, bogárka, itt van valaki. Hallottam. Haha, köszi. Ó, ne! Ne! Mama! Hát itt futkározhatunk, kis öreg, csak nem az én időm fog lejárni, hanem a tiéd. Nem, nem. Még lerakta az izéket, ezeket a tureteket. Lehet le fog jönni amúgy.
Siess! Siess! Kettő? Azt hittem csak kettő. Na, a kettőt kinyírt. Az entitás a haverom volt, látjátok? De most nem ez is, mert őket busztálják plecska, én úgy vagyok vele, hogy meg kell tanulni. Ezeket olvastam, csak azt hittem, hogy... Ja, de hát köszönöm, de egyébként ezek is ilyen közepesen szar túlélők voltak ám, tehát... Nem rossz ez az Alien egyébként egyáltalán. Meg kell vele tanulni játszani. Kérhettek ám gyilkos nyugodtan, hogyha valakivel mást szeretnétek, hogy játszak. Szia, Caki! Hello! Nem streamelsz te is? Mint hogyha azt láttam volna reggel, hogy élőben közvetít? Vagy nem jól láttam? Vagy az tegnapi volt? Ja, tegnapi, aha. És Fortnite volt, vagy? Mert azt hiszem, hogy fölnéztem, csak ma este volt, már világomról nem tudtam, mert álmos voltam, mint az állat. Aztán ilyen fél álomban nézelődtem. Tegnapi most csütörtökön Demogorgon lesz, már nagyon várom. Demogorgon, az micsoda? Mint a fazmó. Na, majd ránézek. Tetszik. Az új killer? Szerintem egészen jó. Egészen jó, de hát ugye azt tudjuk, hogy itt a DBD-be itt gyakorlatilag bármelyik killer lehet nagyon-nagyon pusztító, hogyha jó megtanulsz vele játszani, tehát ez ilyen. Nekem pontosan azért nem tetszik annyira a DBD, mert még mondjuk egy Evil Dead-be meg tudtam tanulni az adott démonnak a tulajdonságait, hogy mit érdemes a játék alatt először fejleszteni, mitől leszek vele ütőképes, tehát ezt így mondhatni, mint a tanulni képtelen hülye gyerek, aki csak magolni tud, tehát ezeket így be lehetett magolni, így berögzült az agyamba. Itt meg minden gyilkosnak a képességét nagyon-nagyon sok gyakorlással, tehát borzalmas időket kell belefetszölni, hogy azzal az adott killerrel nagyon jól kezdje el játszani, de még akkor is előferdül az, hogy bekapsz egy olyan csapatot, hogy gyakorlatilag meg se tudod érinteni őket, tehát
Looperek, elemlámpások, stb. Tehát így borzalmas tud lenni a DBD ilyen téren. Azért egy Evil Dead-be, ha jó betanultál egy démont, és szerintem nem is annyi idő, mint itt egy killert nagyon megtanulni, sokkal kevesebb idő, ott azért tudsz érvényesülni. Itt ez nem garancia arra, hogy ha jó megtanulod a killert, akkor is. Igaz amúgy, de ha ráérzel a killerre, akkor az gatya lehet ott, klik-klik. Az is igaz, hogy ott könnyebb. Ja. Én itt igazán, én a DBD-ben, nekem rengeteg órám van, és soha egy gyilkossal se tudtam úgy megtanulni, hogy azt mondjam, hogy na, ez szinte hibátlan, tehát, hogy ez perfekt. De ebben soha nem tudtam. A nőrszel vagyok úgy, hogy talán egy picivel, én jobban szeretem, mint a két lábon járó gyilkosokat, tehát, hogy azokat nem annyira szeretem. Ugye a nőrszel egy picikét megtanultam, de a többiből is csak így belecsippantottam mindegyikbe egy kicsit, de igazán jó nem vagyok egyikkel sem, még a nőrszről sem mondhatom, hogy jó vagyok vele, sőt. Hát most majd megyek vele egy párat, de majd látni fogjuk, hogy nem játszottam vele már egy jó ideje, úgyhogy lesz bénáskodás. Itt gyakorlatilag itt azok tudnak, mit főzött az asszony. Kérlek szépen, ma nem lesz főzés. De van lecsó. De ma nem nagyon lesz főzés, mert tegnap grilleztünk, aztán egy csomó kaja megmaradt, úgyhogy... Úgyhogy azt fogjuk ma felélni. Még szerintem. Ez honnan jött? Aha, látom a bogárkát, tényleg. Jaj, de ügyes kis izé kampószedő vagy bogárka. És lehajol, nézd meg, tudja. Anyád. Ez miért nem volt hit? Jó, az mi is most vagyunk boltba. Ó, ne! Megy az analfabétizmus azért rendesen. Nem baj, kis haver, majd leütlek kézzel. Úgy is jó. Egész jól elhúzta az időmet ez a béna. Egész jól el is menekült innen. Kár, hogy nem lehet vele fölmászni így a falakra, meg ilyenekre, és akkor plafonon közlekedni. Nem láttam, hogy itt vagy, bogárka. Ha ha ha.
Megvártok. A rossz túlélők itt mutatkoznak meg egyébként, a gyenge túlélő, hogy megvár a palettánál. A jó túlélő az nem áll meg a palettánál. Az tovább rohan. Ezt a DBD iskolába tanítják is, hogy Survivorként sosem várod meg a killert. Ja. Ez nagyon jó egyébként, hogy ez ilyen távolba megy. Ezt az előre ordítást, ezt megcsinálhatnák egyébként, hogy ne ordítson, mielőtt fölrakom a kampóra. Hello, Johnny. Csajét rámehetnék, de nem akarom tanelezni, mert akkor már kinyíródik. Na. De itt van az is. Esi, nyesi. Ezt nem lehet tartogatni. Nem ezt... Helycsere. Jó, messze van. Kéne alagutazni amúgy. Nézd oda! Azért gyorsabb itt a kamera, mert hogy így gyorsabban lehet mászni. De azért az elkészült generátorokat még kapom meg. Egyébként. Jó helyekre rakják a izéket. Tudom, hova kell menjek. Na, hol vagytok, bogárkák? Itt volt valaki. Ezt is előbb beadja, hogy le van ütve már, mielőtt még eltalálná. Hé,
Én jelöltem, ja jó. Egész jól lehet haladni. Zsák utca. Anyádat. A rohadék rögtön lenulláz egyébként, nem tudok kitérni előle, úgyhogy... Bogárka elkezdte itt egyedül szerintem. Hol vannak még motrok? Nem tudom, valahol ott a távolba. De ezt, igen, ezt is csinálta. Hol vagy, bogárka? Ez pedig meglapult valahol, nem? Visszajött ide. Hey Bonti, szia! Hali, akinek kell, itt van 400 ezer blood pont. Ó, oh, köszönjük szépen, köszi, köszi. Ej, bom, bocsánat, nem is jól ejtettem a nevet, ellelejtettem. Hát jól van. Ez sem a... A nagy, nagy kinyírások játéka lesz, úgy látom. De hát oda se neki. Azt gondolom, hogy nem érdemeltek négyen, hogy kijussanak, nem érdemelték meg azt a csajt, le kellett volna tanelezni, de hát nem arra játszom, hogy minden áron meghalljon legalább egy, tehát, hanem akkor nem, nem erőszak. A Bloodpont most, Eibon, azt nem tudod, alapból killer vagy survivor oldalon mindig váltogatják, hogy 100% van. Mert én úgy vettem észre, hogy mindig valamelyik. Killer. Jó, a régi idők emlékére, de nyugodtan kérjetek killert egyébként, ha valaki szeretne valamit, mindenki megvan, elvileg, meg gyakorlatilag is. Tetszik ez a, ez a, az Alien, de hát kell vele gyakorolni, muszáj. Muszáj lesz, mert... Ez így gyengusz. Megnézzünk egy nőrszöt, mennyire koptak meg a reflexek. Már biztosan meg. Ling ling.
Lett egy kis várakozási idő, úgy látom. Vagy legalábbis én már nagyon rég játszottam a játékkal, és furcsa, mert az egyébként haldokló, vagy halódó játéknak titulált Evil Dead ben sincs ennyi várakozási idő. Szia, happy, hello, hello, üdvözöllek! Szóval, hogy nincs a halálra ítélt Evil Deadbe sincs ennyi várakozási idő. Pedig elvileg nem játszik vele senki. Elvileg. Na, az új killer jó, hogy adja. Egészen jó egyébként. Szerintem meg lehet vele tanulni okosan játszani, jól játszani. Nekem még ez egyelőre nem sikerült. De kitartó vagyok, úgyhogy. Úgyhogy lesz mostanában szerintem egy-két vagy Evil Dead by Stream is, mert kicsit vissza akarok jönni a játékba. Nagyon elhanyagoltam az utóbbi időben. Tényleg ez a Rift, vagy micsoda, ez most van. Van ilyen most. Na, Super Evil Dead is lesz ma, vagy most csak DVD streamet tervezel. Hát még ezt még nem döntöttem el, majd szerintem annak függvényében fogom megosztani az időt. Ja, hogy itt nem is látom ezt, jó. Hogy lehet, hogy kettészedem az időt, ha elunom magam itt a DBD-be, de jelen pillanatban nagyon jó meccsek, vagyis nekem eddig nagyon tetszik még most. Úgyhogy nem valószínű, hogy hogyha meg végig úgymond élvezni fogom a játékot, akkor szerintem ez fog menni ma. Csak ez. De hogyha mondom, elunom magam, akkor egy ilyen 4-5 óra után majd lefelezem az időmet, és akkor átmegyek hát. Akkor sem biztos, hogy Evil, de lehet, hogy Texas Chainsaw. Majd kiderül. Már is felejtettem, hogy milyen perkekkel játszottam. Igazából teljesen mindegy. Csillezés van, úgyhogy tök mindegy, hogy... Nem mondom, nem a 4K a cél. Igazából csak a játék. Egy jó játék. Jött új térkép a killerre? Igen, jött ez a Nostromo űrhajó, meg a környezete, ahol leszállt. Eléggé ismeretlen számomra, így eléggé eltévedtem rajta, meg olyan... Nem találtam föl magam. Olyan nagy pályának nézem egyébként. Gyuri fog jönni egyébként olyan 10 óra magasságában, azt mondta. Plusz-minusz nem tudom hány perc. Akkor megyünk egy pár túlélőt is, hogyha egy-két haver így összejön, akkor fúrandomokkal nem szeretnék túlélőzni, mert az itt is borzalmas. Legalábbis a régi emlékeim szerint. Borzalmas itt is randomokkal túlélőt játszani. Fúrandom csapattal, de ugyanígy ez az Evil Deadbe is adott. Talán a Texasiba nem számít annyira, mert ott egymagad is jó vagy. Ja, benn van a izé Shadowborn. Valorantot nyomja Gyuri már 7 órája lassan, jó. Kemény a Gyuri. Oh,
Hát ezt ne vegyük alapul ezt a csávot. Nem nagyon szoktam nézni, mert nem szeretem a Valorantot. Az az igazság, hogy én se. Tehát, hogy még azt mondom neked, hogy a Fortnite az valamennyire elmegy, mert bár nem annyira jó grafika, meg nem annyira, de ugye a csapatban ott is, hogyha eljátszatok, akkor az elég jó tud lenni. De a Valorant nekem az nekem még ennél is ócskább. Tehát, hogy a Valorant nekem olyan, az a grafika, meg az egész úgy. Olyan nagyon semmilyen. Mert ez hárman vagyunk, szörvik. Na, az tök jó. Akkor ezután mehetünk majd. Mehetünk. Oké. Okay. Csávónak beidegződött, hogy ezért vissza kell fordulni a nőrsz ellen, de hát nem szabad visszafordulni, haver. Szia, Maszatka! Hello, hello! Te, most mindig megkérdezem, de már szerintem múltkor jártál itt nálam. Ja, akkor te az a Maszatka vagy, a streamer Maszatka, oké. Ezt sose tudom, mert volt már benne egy másik hölgy is nálam egyszer ilyen névvel. Hát igen, tervezem a visszatérést, mert elhanyagoltam a játékot, nagyon kellene egy picit foglalkozni vele, úgy gondolom. Igen, az egyetlen Maszatka. Az egyetlen igaz. Hamisíthatatlan. Maszatka 0-1 van. Tudtommal, igen, azt hiszem. Igen, a 0-1-es. Csak elbizonytalanodtam, mert már én is rég jártam nálad is a streamben egyébként, bevallom őszintén. Látlak szinte minden nap, de valahogy... Valahogy nem érek oda, hogy be is nézzek, vagy beköszönjek. Mi? Tényleg nyomod még a nurse ménezést? Azt mondtad, nurse mén leszel. Igen, tudom, mindenki elhagy, ám nem vagyok minden nap, péntek, szombat, vasárnap vannak streamek. Te hogy hagy el mindenki, ne viccelj már. Ja, a nurse mi, én is vagyok, csak nem nyomom sokat a killert. Ez a bogárka most megtanult játszani ellenem, úgy látom. Nézd meg, megvár. Megtanultál játszani? És a Xenomorph-fal játszottam. Azzal mentem le Iri 1-be. Ó, hát Iri 1, én már szerintem 400 ezer éve nem voltam Iri 1. Jaj, de üdegesít már ez a csávó. Kizárt dolog. Nem, a DBD-nél is már átállítottam magamat így lelkületileg, hogy mivel teljesen Survivor oldali a játék, ezért nem is izgatom magam, hogy arra hajtsak, hogy akár egy kám is legyen. Tehát megyek, játszok, nyomom, ha sikerül megölnöm valakit, akkor hurrá, ha nem sikerül, akkor meg játszottam egy jót és kész. Így állok hozzá, tehát nincs, nem kényszeresedek be megint, mert
Régen nagyon durva szintekre eljutottam már, hogy már kényszerem volt, hogy baj, meg akkor letanelezem, akkor inkább lekempelem, mert muszáj nyernem, de hogy muszáj. Nem muszáj nekem győznöm, nem kell. Oh. Ez megérdemelte egyébként, mert nem ment el innen. Tehát miért kell a kampó alatt ott maradni, hílelni? Meg miért kell akkor levenni, amikor 2 métert mentem arra? És akkor több DBD stream lesz majd nálad. Meg fogom osztani, mert ugye nekem nagy lieblingem az Evil Dead továbbra is. Tehát ő a nagy szerelem. Aztán meg kell osszam, mert közben ugye bejött képbe a Texas Chainsaw is, az is lesz, abba is szeretnék fejlődni, meg kicsit jobb lenni. És akkor mellé még a DBD, de szerintem jó így, mert így legalább egy picit változatos a dolog. Aj, ne! Na igen, vannak itt még azért érdekes... Érdekes mozzanataim vannak. Mindenki Texas tolja, én nem drága, meg annyira nem is nyert el a tetszésem. Nem drága, hát szerintem figyelj, egy játék 14-15 ezer forintért, de a lényeg lesz DBD itt is, jajaja. 14-15 ropiért szerintem nem egy drága játék, és szerintem ahhoz képest meg egész jó, és sokkal, de sokkal chillesebb, mint a DBD. Vagy mint az Evil Dead. Hát jó, oké, bocsánat, hát nem egy a pénztárcánk, nyilván meg nem egy a látószögünk, tehát hogy kinek mi fér bele, így van. Ez ledobta mögöttem, és ez belerobbant a szemembe, úgyhogy mögöttem dobta le. Azt hogyan? Persze, ez igen, ez egyértelmű, hogy mindannyiunknak más a küszöb, aminek is sok vagy kevés. Csak én azéhez viszonyítok, ugye, hogy egy mai játék egy 30 ezer forint, vagy 35 ezer forint. Ahhoz képest a 14-5 az szerintem nem sok. Maszatka nekem se jön be, nagyon. És én megvettem. De többet kell vele játszani egyébként, és szerintem bejön, mert egyrészt nagyon jó survivorozni azért, mert nincs szükség a csapattársakra, hogy kimenjél. Nem kell összejátszanatok. Nem megy el a meccsed az miatt, hogy valaki nem játszott veled össze. Másrészt meg... Nem ennyire ilyen loop központú, hogy loopolni kell a killert, meg mit tudom én, hanem simán csak... Elbújsz, bujkálni kell benne, és így azért szerintem könnyebb. De azért nem bírok fölblinkelni oda. Azt a gent szerelték. Igen, nekem monotonnak is unalmasnak tűn, mert a béta idején is. Nem mondom, hogy az, csak nekem.
Peti áll a ház előtt. Nincs barbecue chilim. Inkább eltehettem az új Spider-Man-re. Egyébként ja, az is jó. Mármint melyik jó killer, nagyon is. Ja, Xenomorf. Aha, jó, nagyon jó, igen. Na hát ez most véletlen 4K lett. Véletlen. Hurrá, sikerült földlinkelnem ide is. Sikerült a küldés. Na akkor Gyurikám, csapathatjuk a... Ja, nekem megvan már egyébként. Mert még egyet, a nincsen Xenód. Megvan a Xenó. Gyuri. Ideje kellene. Ide kellene feljönni. 3 csillagra. Ne, van ez a tír, mondom én. Nekem... Ja, a Dórit most akkor nem hívom be, mert akkor meg leszünk hárman. Oda, ezt nem írt ki semmit, Gyuriám, ezt vágod. Nem engedte a linket ide bemásolni. Meg hozzá kellene adjam a játékos neveteket. Jaj, azt írja Maszatka, hogy küld a suttogóban. Vagy hol vagy most, és mit csinálsz. De kellene, hogy tudjatok invelni is. Ahogy neki már ki van izélve. Nincs is sok black pontom, öcsém. Most nézem, hogy itt izé emberkedek itt a nagy black pontokkal, aztán nincs is.
Hát szegény Ripplike nem hasonlít az eredetire. Gyuri, valami életjelet adj kérlek. Mert itt csak állok a lobbiba. Ja, látom, aha. Meghívó elfogadása. Ez oké, okay, de ettől még hanghívásom az nincsen. Elfogadtam a meghívót. Oké, okay, mondom, bent is vagyok, csak ettől még én egy ilyen chatszerű valamibe vagyok benne, tehát hogy híváshoz nem tudok csatlakozni. Ilyen különböző embereknek a nick nevén vannak ilyen üdvözöllek eme csodás szerveren című. Igen, ez a Discord, ez igen, egy bonyolult valami amúgy. Pláne boomereknek. Jaj. Gyuri, nyomjátok az inveket, jó, én nem szenvedek ezzel a Discorddal. Nem, ezért nem muszáj a hang. Nem tudsz olyat, amit a Mário szokott, hogy egyszerűen fölhívsz, én fölveszem és csatlakoztatom a PS-re. Tehát, hogy ez így szenvedni, hogy ide mennyi, oda mennyi, erre nyomj rá, oda mennyi, tehát, hogy ez... Inkább csináljátok meg az inveket, aztán menjen a játék, mert azért vagyok itt, hogy játszak. Haló? Jött egy cica. Jones. Jonesy. De jó. Oké, okay, gyere, gyere, csak haladjunk, haladjunk. Szóval ezzel a Discorddal, amit most rámentem linkre, ez egy chatbe mentem bele, ahol mindenki elküldte ezt magáról, hogy vagy ez a probot, hogy üdvözöllek eme csodás szerveren, és ennyi. Nem tudom, mi ismerősök vagyunk amúgy a játékban. Only Need névvel, igen, azt hiszem.
az üdvözlő, nincs szabályzat, amit el kell fogadni, látod utána a szobákat. Hát én ezt látom, én ide üzenetet tudok küldeni. Egy ilyet, hogy GGG például, tehát mint a Messenger körülbelül, én egy ilyen felületet látok. Ha azt a három vonalatot fönt a balsó sarokba, ha arra rámegyek, akkor igen, itt vannak, hogy vezetőség, társalgó, szabályzat, ötletek. Itt van millió dolog, amit lehet választani. Oldalt, de vannak, csak millió, ki tudja melyik az igazi. Jó, mindjárt megkereslek. Hát végül is. Hol? Ja, itt van, de hülye vagyok. Micsoda? Real life. Reliefe 95. Bonyolultabbra nem is tudtad csinálni, testvér. 95, kettős kereszt. 85, 23. 5, 23. Na nézzük. Search, bogárka. Igen, invite a friend. Invite. Oké. Okay. Elvileg megtörtént a felkérés, a barát felkérés. Oké. Okay. Akkor invite party, invite party. Melyik, mit mondtál? Na látod, biztos. Na most jön egy hívás, és akkor nekem ez így egyszerű, így van. Folyamatban lévő hívás. Rámegyek. Átvitel PlayStation konzolra. Csatlakozás. És így jó is lesz. Sziasztok. Hello. Na, ez így egyszerű volt, hogy valaki hívott. Ez nem egyszerű ez a Discord egyébként, tehát én továbbra is azt vallom, hogy ez nem egyszerű valami. Hát intézhetem most már, hogyha enyém a szoba, én csináltam meghívást is neked, vagy hát akkor hívjál meg te mindenkit, ha neked megvannak, úgy könnyebb. Őket nem hallani, csak szólok. Hát tudom, hogy nem hallatszódnak bele a Discord, az sajnos ez is ilyen nem barátja a PlayStation-nek. Oké. Okay. Azt hittem... Csoda, azt írja, hogy azt hittem, PS5-ön már jó vagy valami, nem? Még nem. Sajnos. Ó, megvan a csipet csapat. Ezzel a csajjal még nincsen semmi izém perkem, úgyhogy... úgyhogy megyünk a... King tesóval. Jó szar, az hát... Bocsánat közben, hogyha ilyen sokat dumálok, csak így a csetre írkálnak, akkor válaszolgatok, hogy nem magamba beszélek. Mármint a DC, igen. A... Fél
Fél pucér, David. Asza. Jaj. Ja, bocsi, igen, csak nézegettem a dolgokat közben. Már én még elfelejtettem a perkjeimmel, amiket játszok, amikkel játszok. A Lucky Break az mit is csinál? Ugye egy percig nincs scratch markod, nem vérzel. Ugye? Ja. Szóval meg már nagyjából jó. Hát igen, de az Xbox az ugye az PC kompatibilis, tehát az majdnem olyan, mint a PC lenne. Azt mondta, hogy ja, onnan már streamelni is lehet DC-re pár napja. Na, Xboxról. Igen, egyébként én is gondoltam rá, ha DBD-zek, az nézővesztéssel jár, de igazából tudod nagyon jól, Gyuri, hogy nem ezek a fő szempontok számomra, hanem az, hogy azzal játszak, amivel én szeretnék, úgyhogy... Aha. Ja, én mondtam igen, hogy nem tetszik abszolút. Olyan, ugye Fortnite feeling teljesen, csak szerintem szarabb grafikával. Azért nem tetszik. A Fortnite az tetszik egyébként. Csak a boxosokat nem lehet szobákba húzni, mert Insta kikúrja a szobából őket. Akkor jó, ha magától be tud lépni valahova a boxos. Na. gyerekek, elfelejtettem, hogy mi merre van. Ez bohóc. Ha szeretem pálya. Meg ne haj, igyekszem. Halljak meg, nem halok meg. Hú, de rég szörviztem. Itt vagyok mellette, majd lekapom. Már megvárom, míg arrébb megy ez a majom. Mert nézd, aha. A scratch markomat lehet, hogy meglátta. Meg futva jöttem. Nem. Mindegy, akkor leszedlek. Mert kempelni akar, távkempelni ez a rohadék. Grimpigi, tudtad, hogy ha a behavior melegnek avatta a karakteret? Tudtam egyébként, igen. De én nem érzem annak, úgyhogy... Meg egyébként nincs bajom a melegekkel, úgyhogy... Semmi probléma. A játékban a David a meleg, tudom. Nem tudom. Inkább a Dwayne-t lehetett volna szerintem. Az egyébként igen, így karakterileg igen. Nem ez a macsó.
Nyomom. Nyomod. Great skill check még nem megy. De lehet nem is kell rültetnem, mert elrontom a skill checket csak tőle. Na én lelépek innen. Jó, hát nem jött erre, akkor leszedem. Hogy kempel? Akkor is leszedlek. Hiába, bogárka, hiába. Még élni fog a izéd is, az 5 másodperces, vagy a 10 másodperces. Nem? Igen, igen, igen. Várjál, majd eljövök utánad. Engem még bátran akaszthat, meg üthet is. De téged akar. Mindenféleképp, basszus. Nézd meg a rohadékot, nem ütött meg inkább. De miért? Miért kell így játszani egyébként? Ezt nem értem. Tehát ez... Az... Igen, igen, igen. Mindenféleképp egyet ki akar ejteni, igen. Mindegy, szereljetek. Ja, hogy kettőt is egyszerre, fasza. Menjünk el valahova, fölhílellek. Bújj el. Neked már nem kellene. Várjál, medkittel. Van neki ez a kultofóbia, vagy mi az Isten, nem tudom kiejteni, ez a bohóc perk. Lassabban hílelünk a rádiuszába. Ja. Oké. Okay. Az miben nyilvánul meg? Azt se tudom, mi a hatása egyébként, ott kezdődik a történet. Aha. A Gyuri mindjárt végez az utolsó generátorral. Nagy király vagy, tesó, majd akkor megoldom a szitut. Megpróbálom. Hát igen, ez most már izé facecamp lesz, mert már tudja, hogy vesztett a bogárka. A másik oldali kaput ki kéne nyitni. Addig, vagy le... Ó, a fenébe. Na most már kell neki még egy. Ügyes vagy, bogárka. Kell neki még egy áldozat. Bekapzsult. Az udvaron átmész, és bármelyik vele szemben lévő oldal, vagy hogy mondjam neked. Jön utánunk mi. Nyissad persze, nyissad, mert... Most már nincs mire várni, mert nem tudom én is, hogy melyik oldalra bukok, bukkanok ki. És ha pont ide, ahol kinyitottad, akkor jók vagyunk. Meg kell tíbegelni ezt. Bazd meg! Nem, pont nem estem ki, öcsém. Nem probléma, gyerekek. Na basz meg. És egyszer se akasztott még ez a majom, de meghalok, mert már kim van mindenki. Igen. Félkegyelműtől kikapni kellemetlen mindig, igen. Nem baj. Nem mindig jó helyen tíbegeljetek. Én nem is láttam, hogy én annyira nem vagyok még kinn a szélén, tehát így nem érzékeltem a teret.
rendesen. De az volt hát. Őt szoktam beöltöztetni. Nem is tudom, lehet, hogy benyomom neki is a Lucky Break-et helyette. Hello. Hol van az L betűnél? Megcsináltam, igen. Nem volt nehéz, még amerikai jó se kellett tudnom hozzá, úgyhogy. Csak az adószámodat kellett igazából. Meg a lakcímed ellenőrizni, hogy helyes. Asta. Valaki redizik? Ja, az igen, az jó. De most valamelyikre megint 100%-os van? Mindig az egyik. Igen? Ja, az jó jön, mert én elköltöttem már az összeset. Erre bármelyikünk vállalkozhat, testvér, ezt a... Amúgy meg a helyzet adja, Gyuri, tehát ha pont arra vagyok, akkor nyilván együtt szerelünk, tehát... Nem, hát hogyha izét hoztál, Proof Thyself-et, vagy valami ilyen gyorsítót. Na. Azt olyankor talán nem is tudod szétszedni olyankor. Akkor... Kórház a város szélén. Ez ilyen killer idegesítő cucc.
Igen. Könyvtárban. Ez kicsoda, ez Freddy, aha. Majd azt derítsétek már ki, vagy figyeljétek, majd Dream palettás, vagy pocsolyás. Oké. Elmegyek, én fölébreztem magam szerintem. Bazzeg, bejöttem ide mellé. Okos vagyok, nem vett észre. Kemper leszel te is, bogárka. Ó, oh, elkúrtam, de beveszek egyet. Büntetésből. Aha, jön rám. Bazeg, nem láttam, mert nem nézek jól hátam mögé. Öcsém, de béna vagyok. Ó, lejöttem róla, ez mit bénázott itt ennyire? Ez az. Nem talált meg a bogárka. Viszont találtam egy módszert. Ez Baby Freddy szerintem amúgy. Menjetek kijárat fele szerintem, mert ezt be fogom tudni fejezni itt egyedül.
Mit csinál a tesó? Adam, hello, hello. Vagy Eden, bocsánat. Mi újság, kedves Eden? Most ebben most már nem vagyok biztos, hogy a... Oké. Én azt akartam mondani, semmi nagyon, hogy nem voltam benne biztos, hogy te most magyar hazánk fia vagy, vagy külföldi, de akkor így megoldódott ez a kérdés. Ja. Belátni a testébe. A disznó van ellenetek? Nem, a Freddy. Ki tudtok menni? Mindenki? Oké. Akkor... Bye bye dear. Na, már kijöttem. Ja, Escape Gabriel Somával kell megszöknem, jó? Akkor mi vagyok ezzel? Gabriel. Igen, a lovag. De valami Tarhoz Kovács, vagy mi a neve? De ilyen név nincs magyar név, vagy Tarhoz. Azt valahogy Kovacsnak mondják szerintem. A Gabriel Soma meg olyan, mint a Dennis Rodman egyébként. A féreg. Igen, megvan az összes, igen. Már régi motoros vagyok a Dead By-ba, csak most egy időre hanyagoltam, mert új szerelmem lett az Evil Dead személyében, és így... De hogy is. Meg is érted? Attól függetlenül nem vagyok jó benne, hogy sok órám van a Dead By-ba is. Jó nem vagyok, de... De biztos, hogy foglalkoztam a játékkal elég sokat régebben. Az a baj, ki kéne nyitni azt az alsó jutalmakat is, pízér. Csak nem tudom, hogy fogok-e annyit játszani megint a Dead By-ja. Múltkor kinyitottam, megvettem, és nem csináltam meg. Azért meg hülyeség kiváltani. Én azt a vicces maszkot akartam volna a sikolyra. Nem is néztem most meg a kínálatot, hogy mit van. De meg végigfutottam rajta, és azért nem is vettem meg, mert ha jól emlékszem, vagy az előző volt. De valamelyiket nem vettem meg, mert nem tetszett a kínálat. Nem tudom már pontosan. De nem játszottam eleget a játékkal a Battle Pass-ban régebben. A Tiger? Milyen Tiger? Eye of the Tiger? Ja, nem fészkemelek, mert megint ilyen, hallod, hát most ugye megkezdem a
mai nappal már most a heti hetedik munkanapomat. Úgyhogy eléggé ki vagyok, mint a liba, nem kell ezt látni senkinek szerintem. Tudjátok, szeditek a Gyurit, vagy menjek? Ja, itt van rajtam, úgyhogy én nem megyek. Dehogy nem, már mellém ütött. Lejött rólam. Roadment nem lehet, hogy csak úgy fölakasztani. Bekapzsultál, nyomorult. Próbálj meg! Ledobott. Mert bekapzsult. Kéne neki még egy bogárka. Azt hitted. Távesz. Lejön rólam megint, szerintem. Jaj, gyerünk! Fölbírtad szedni, király vagy? Gondoltam ketten. Ja, lehet. Az csilles, tesó. Anyád, a levegőbe voltam már, amikor leütött. Köszi, egy healt is nyomjál, léci. Mert már elfogyott a medkitem. Köszi. Nem ért volna oda innen.
Köszi, köszi. Szeded vagy szedjem? Itt, oké. Jaj, a killer meg itt van rajtam mindjárt. Tudom, nem szabad bevárni a killert a lúpoknál, de... Nem ott vagyok, haver. Megkapta a harmadik stunt. Lejött rólam. Csak elhasználtam egy csomó palettát. Meg lesz a becsület generátor legalább, úgy látom. Senna behúzza. Yeah. Hát ez rossz egyébként, hogyha az egyikünket kiszedi már az elején, onnantól már azért gyengül a csapat mínusz egy fővel. Elteleportált rám a rohadék, és meg is leszek itt már neki. Jaj, ne! Nem, mert leváltott rólad szerintem. Há, bizár. Köszi. Azt hiszem jön is vissza. Hello, Shinguki. Hello, hello. Mizu, mizu. Még pihenés még vasárnap, aztán gondolom holnap melódia. Ez is lenullázódott, töcsém bazenk. Most keltem és megvan az új beosztás a munkahelyen. A következő 4 hétben csak délelőtt dolgozok. És veled mi a helyzet, Grim Piggy? Én nekem meg most elkezdődött egy 12 napos munkasorozat. 6-on már túl vagyok, ma kezdem majd a 7-et éjszaka. Ugye dolgoztam tegnap is. De a délelőtti meló az egész jó, nem? Mármint a koránkelés. A koránkelés része az nem jó, de viszont délután azért otthon tudsz lenni legalább.
Dead Zone-ba jöttem, bazd meg. De hülye vagyok. Oh. Ott lett volna egy loop velem szembe. Mindegy. Keresd a hatch-t. Ja, de még ketten vagytok, nem? Vagy nem? Nem egyedül. Ja, ketten. Cselovek. Orosz a killer. Hát ez az. Éj, az jót fordult. Ja, ez egy jó kis game ez egyébként. El lehet vele ezért chillezni, csak tényleg úgy kell fölfogni, hogy csak játszol, meg nincs eredménykényszer, akkor egész jó tud lenni amúgy. Ha beleéled magad már, mint hogy nagyon komolyan veszed, akkor igen, akkor jön az idegbaj. Aha. Ja, hát de azt a perket bármelyik karakternek be tudod ám rakni. Tehát annak ni... Ezek az emberek, ezek a izék, karakterek, ezek csak skinek igazából. Egyedi képessége semmelyiknek nincs, úgy mint a gyilkosoknak. De nincs. Tehát olyan egyedi képessége nincs, hogy mondjuk a nyúl az baltát tud dobni, és akkor ha kifejleszted, akkor mindenki tud baltát dobni. Tehát én ezt így értem, hogy az egyedi képességgel nem rendelkeznek. Mindenkinek kinyitható a perkje, és mindenki használhatja a másiknak a perkjét. Tehát... Persze. Igen, azért mondom, hogy te egy full Fangmin perkkel tudsz játszani a Daviddel, tehát te lehetsz Fangmin Davidként. Mondhatni. De megkapsz mindent ugyanúgy. Nem volt. Sose volt. Mindig is ilyen volt ez. De, hú, én nem szeretem ezt a pályát.
Valamelyik ez vagy Wesker, vagy izé. Nem ez is. Igen, ezt kéne itt beszerelni. Ez a központ ide már jön, és ez Wesker, azt hiszem. Itt jön már. Vigyázz! Jaj, rám jött. Itt vagyunk az aulába lent. Hát úgy látom, hogy továbbra is frusztráltak a killerek. Nagyon úgy fest, hogy... Hol vagytok? Nem látok, ja látom. Hogy, hogy ezt csinálják, hogy ez a játékuk, ez igen gusztustalan. Fölakadtam, oda néz, hát ezt nem hiszem el, bazzeg. Igen. Sajnos itt utolér. Egyszerűen egy ajtónál nem bírtam átmenni, bazzeg. Ott az izé, az ajtófélfánál megakadtam. Igen, az vagyok amúgy. Lejövök. Lejöttem. Ja, nézd meg! Megint fölakadtam, bazd meg, jó? Oké. Okay. Hanem, ez hihetetlen, van ebben a rohadt tusolóba egy pad, és fölakadok rajta. Ó, köszi. Ez jól jött. Igen. Yeah! És megint fölakadok mögötte. Úgy csinált, mint a széttörné a palettát, öcsém. Ezt nem hiszem el. Na jó, van, azért eltöltött itt velem egy kis időt. Nem is sokat, de... Azért egészen sok idő kell, hogy lejöjjél róla. Egész sok idő kell hozzá. Kempel. Szembe mész. Így helycsere lesz. Ne. És még kabzsi is lesz, mert el fog jönni utána, majdnem biztos vagyok benne, nem? Köszi amúgy, de... Hát... Ilyen killerek komolyan. Igen? És... És van ilyen menüpont, hogy izé, hogy kempelés vagy. Rajtam van.
Pazzek, hova jöttem? Nyomtam neki egy tíbeget, hogy érezze a... Ja! És ez fertőzött voltam, azért kapott tele egyből. Köszi. Igen, ezt a rohadt izét, férgeket nem tudtam leszedni magamról. Valaki le tudja szedni? Csak... ja. Fú, de egy labirintus ez a hely, hallod? Legalább próbálok szerelni én is, most találtam egy gépet. Így még jók lehetünk a Gyuri, ha behúzza. Lehet, hogy úgy kéne, hogy Gyuri, majd te szeded le. Mert egészséges vagy. Az nem baj, csak olyannak kéne, mert hogyha a Maximus megy érte, ja most már egészséges, ja, jó. Akkor szedd le, légy, mert én meg befejezem ezt a gépet. Én itt a kijárat, vagy az aulánból, ami... Ja, ott. Ha fölhi lesz, bemehetünk érte. Hát figyelj, ketten meg tudjuk oldani szerintem. Itt vagyunk a közeledbe. Már ha hát az energiád nem fogja bírni. De így jó, mert a Maximusnak még van egy élete, és akkor ketten érte megyünk. Így jó. Ja, te gyere a kijárat fele.
Hú, oda hogy kell eljutni amúgy? Aha. Engedj, tesó. de. Ketten, vagy mindegy. Itt van a izé is, a Senna. Várj! Jó, engem elkapott. Valaki föltartott! Hát akkor én nekem ennyi volt, szerintem, srácok. Igen. Nem mer kijönni innen, oda néz. Így lehet, hogy lejövök, köszi. Tavesz. Igen, köszi, köszi. Csak ez a kijárat itt nincs nyitva. A másik van nyitva. Hú, de jó volt ez. Azt a mindenit. Valaki álljon be, aki egészséges, mögém, mögém, gyere valaki mögém. Oké. Okay. Zsír. Hát köszi, nagyon ügyesek voltatok egyébként, mert ha rajtam múlik, én már nem élek, úgyhogy. Csináltál, Gyuri? A Gyuri benn marad, bazzeg. Amikor ilyen fertőzött vagy, akkor igen, akkor elkap rögtön. Oké, okay, ez a küldém, ez kész van. Ja. Jók voltatok tényleg. Még nem tudom, neked mondtam el múltkor, de ugye küldik az embereket, hogy a külföldi barmoknak legyen, hogy küldik el az embereket. Igen, igen, beszéltünk róla, igen. Igen, remélem. Remélem, hogy nálatok is, mert most írja a Shinguki, az egyik nézőm, hogy küldik el az embereket, mert hogy veszik fel. Én is látom egyébként, nálunk a gyárban nem vettek még föl ilyeneket, de látok rengeteg ukránt, meg ilyen filipínót, meg ilyeneket. Meg indiaiak is vannak szép számmal. Én sem tudom azt elhinni, állítólag nincs Magyarországon munkaerő. Tehát, hogy ezt nem tudom elhinni. Nem tudom elhinni, amikor Baz megyében, meg egy-két ilyen megyében ilyen mély szegénység van, meg munkanélküliség, akkor nem tudom, hogy nincsen munkaerő. Azt sokan beszélték Szlovákiában is, de csak valaki kitalálta. Ez nem kitaláció, Tibi, ezek itt vannak. Az a busz, amivel közlekedtem eddig a munkahelyemre, arra én már nem férek föl, mert ezekkel van tele, oroszokkal, meg izékkel, vagyis ukránokkal, meg filipínokkal, igen.
Ja, és képzeld, beszéltem egyik régi kolléganőmmel, és ha minden jól megy, akkor hamarosan kimegyek külföldre én is. Na, az tök jó, külföldi munka. Nekem... Jó. Igen, hát hogy is mondjam, hogy más a kultúra, illetve más a kultúrálatlanság, inkább úgy mondom, hogy ezek ilyen videótelefonálnak a buszon hangosan, zenét hallgat, nem érdekli. Nem érdekli őket. Itt, ahol meg ezek az ukrán melósok járnak, itt egy hotelben vannak nálunk elszállásolva. A hotelnek, mióta itt vannak, a környéke az tiszta szemét, cigarettacsik, meg izé, tehát hogy ezek, nem tudom, ezek ilyen vadnépek, és biztos, hogy van köztük normális, meg nem lehet általánosítani, nem is akarok általánosítani, de azért durva, sokszor nagyon durva. Jaj, a kolléganőm már kint van, vagy 7-8 év, és el tudja intézni, hogy csak küldök önéletrajzt, akkor betelefonál az irodába, és hamarabb felvesznek. Hát én, igen, azt javaslom neked, pláne, hogy még fiatalabb korosztály vagy, szerintem nem butaság innen elmenni az országból egyébként. A jobb jövő reményében. Nem. Hát az vagyok, még 26 éves vagyok. Igen, azért mondom, hogy neked tökéletes a külföldi munka, szerintem. Abban bízok, hogy nagyon, hogy össze fog jönni, meg tetszeni is fog a munka kint. Szerintem, ahogy mondjam, én is dolgozgattam ki Németországban. Én itthon is maximálisan odafigyelek, amikor dolgozok arra, tehát tudom azt, hogy... Szóval... Úgy voltam vele, hogy mindig oda tettem magam, mindig normálisan dolgoztam. Kint külföldön ezt elismerik. Ez a németeknek ez nagyon tetszett, ők nem voltak ehhez hozzászokva, ez a munkatempóhoz. Tőlünk meg elvárták ugye mindig. Úgyhogy szerintem egy magyar ember mindig jól boldogul külföldön. Jajjaj, harangozó Teri. Ja, és az a legjobb, hogy kint mindenki magyar. Hát az jó, de egyébként nem árt, hogyha figyeled a nyelvet, tanulgatod, mert az sosem hátrány. Most nem tudom, elment rád Gyuri? Ja. Ja, ez a happy, ha itt vagy még, ez az új pálya. A Nostromo. Itt vagyok, itt nem menj tovább, gyere vissza.
Állj, ezt a totemet szét. Ja, nem is láttam itt ezt a gépet, hallod? Akkor most már gyerünk együtt mindenhova. Csak kérdés, hogy hova kell menni. Fogalmam sincs. Nem ismerem a pályát egyáltalán. Itt van tényleg. Nem jön ide. Ez egy bébi. Itt van Gyuri, vigyázz! Nyomod. Rajtam. Ó, basszus. Gyuri, előkerültél, miért kerültél itt elő? Ja. Lehet, hogy itt van! Banyek, fölakadtam, azt nem láttam, hogy az ott egy zsákutca. Oh. Igen. De mondjuk itt mozog. Már megláttattad magadat. Ez jó volt. Köszi. Visszajöttem az űrhajóba, nem csináltuk meg a gépet, igaz?
Állítólag úgy van megcsinálva a meccskeresés, hogyha egy jó izét. Jaj, bocsánat! Én bocsi, mert miattam ütött le. Kell heal? Gyere, gyorsan healeljük föl, tesó. Oké. Hármas. Ez így jó gyors lesz. Az jó. Majd erre fele van a kijárat, ahonnan jövök, Gyuri. Erre gyere. Leszettem. Azt hiszem, hogy erre van a kijárat. Nem erre van, de. Jó van. Állj meg! Aha. Leszedjük. Látod, hol hílelünk? Itt van a kijárat. Gyere hílelni, ilyenkor segítsél, ez gyorsabb. Ja. Jó, és akkor majd be kell védeni hátulról, aki egészséges, nekem is majd szaladja előttünk. Ja. Hát ez szerintem elengedte, lehet. Már egy a végén adó. De, ja, pont. Nem bírtam. Viszont kaptam valami trófeát. Valami... Azt, igen. Akkor lehet, hogy ez az új pályával jött. Várjál már, ez egy új...
Amúgy én is majd Németországba megyek ki, ha minden jól megy. Én szerettem. Szerettem kint dolgozni. A német emberek szerintem korrektek egyébként. Nyilván ott is van rossz ember, de alapvetően normálisak, nagyon kedvesek. Dehogy is, a németben meg pláne nem számít, az ilyen tele van törökökkel, tesó. Na jó, de azok hülye gyerekek, kisgyerekek. Hát én nem tudom. Bár igen, egyébként megdőlt az az elmélet, hogy a kisgyerekek csinálják ezeket a balhékat, ami neked is volt, azt se kisgyerekek csinálták, ja. Nem, fölment, most már 400-nál vagyok, de gyűjtögetek. Én is ezt szoktam mondani. Én is ezt szoktam mondani. Azért nem játszok a barátaimmal ilyen custom game-eket, mert nem akarok megutálni senkit. Elég mocskos pályákat kapunk, lehet, hogy kell hozni pályát, mert már utálom ezeket, már itt ezen is voltunk egy csomószor. Ez meg a légiós. Jön. Ez most az emeletem van. Gyurit szedi valaki? Csak le kéne szedni, mert már lemegy a fél élete. Már nem fogok odaérni, mert lemegy a... Hát bocs, tesó.
Mindjárt leszedem. Ja. Heal kell. Kéne keresni egy gent, ott a másik szobában nincsen. Tesó, ne! Ez kész. Hol vagytok? Leszedem rólad, várja. Megpróbálom. Mennyi, mennyi, mennyi. Beszedtem egyet. Eljön rám talán. Igen. Valaki itt van, és vigyázz, mert hozom a killert. Ja, még rajtam van. És megszívtam itt, igen. Ja, mert izé képességbe jött ez a szerencsém, mert amúgy sérült voltam már. Na jó, de akkor jó jön, amikor épp fel akar akasztani, és... Nem nő vissza gyorsan egyébként egy... Másfél-két perc, vagy nem... Nem. Elment. Basszus. Zsikubigule. Egy módszer. Leszeditek? Pedig én nekem a gépről nem kéne leszakadnom. Hát valakinek meg szerelnie is kéne, hogy kimenjünk. Én nyomatom, csak azért mondtam, hogy de már itt van rajtam. Az meg visszajössz ide.
És megtalál, bazd meg. Haj. Itt, ahol leütött, itt van egy módszer amúgy, ami jól áll. Itt mögöttem, ahol felakasztott. Az a baj, hogy addig nem élek, amíg beszerelnek egy gent. Nem kempel amúgy, köszi. Itt van a gép bent. Nem kell, megyek. Mert jön ide ez a köcsög. Hát az jó kérdés. Még kettőnek kell lennie valahol. De az se baj, hogyha visszajárunk oda. Nem fejlődik annyit vissza. Hanem pápkózzal. Keresgél a szekrényekbe, bazzánk. Várjál, Senna, én oda megyek hozzád, mert látlak, és akkor hílelünk egyet, az a biztos. Már így csak meghalunk. Ez az, ó, de jó gyors. Én visszamegyek a géphez. Nem keresgélek másikat. Hol vagyok? Aha, jön ide kempelni a gépet. Ez eljött? Én kóvágok, mint gólyafos a levegőbe, egyszer nem találok gépet, bazd meg. Leszedem. Ha elmegy innen ez a tető. Az a baj, hogy hallja, hogy nyögök. Oké, gyors heal. Jaj, én akartalak téged. Köszi, várj meg. Maradjunk itt a körbe. Na. Lerúgta izét, a totemet? Nem, de menjünk már a totem alá, mert gyorsabb, bocsi, basszeg. Ajaj. Zsír.
Ja. Zsír. Hát igen, csak nem fogja tudni mind a kettőt, ja. Így van, szerintem ketten kétfelé, úgy célszerű. Engem észrevett. Oké. Talán oda is érek, mire. És így basztad el, köcsög, igen. Mert képességbe ütött. GG. Ja. Köszi a játékot. Oké. Hello, hello. Hát sajnos akkor egy random fog gyengíteni minket. Tényleg? Haj, de jó. Radi gyerekek. Igen. Streamelés is munka, igaz, Gyurikám? Nem, nem, köszi, most nem. Pedó.
Mióta kell, vagy mikor keltél, mikor kezdted? Jóha. Az kemény. Igen, mert ha a mama boldog, mindenki boldog, igaz, tesó? Na, vadd nyugat. Mellé. Mellé. Jön föl. Engedj. Nem jött föl még. Ja de! Megyek vissza. És megint te látod, tesó? Puti van. Nem vett észre. Bazeg. Hol vagy, tesó? Ha? Oké. Heal. Vigyázz, menj innen, mert jön vissza. Menj innen. Tunnel ez a rohadt féreg. Au, a szemem, belenyúltam. Megpróbáltam eléd állni, de már nem sikerült. Hát ez a játékuk sajnos, igen, hogy egy embert kiszednek.
Gyurit nem tud, nem tudod főszedni, jó. Olyan izéje van, hogyha megüt valakit, akkor lezárja a palettákat, ha megütött valakit. Láttál, hogy fönn vagyok, nyomorult. De elcseszed a mikrofonodat? Csak kérdezem, azt mondtad az előbb. Megtanultál dobni? Heal. Az. Elpattant egy húr. Nézd meg, nem hílel meg. Jó. Pont nem tudtam elmenni a izétől. A megtomitól. Talán értem jön, de oké, nyugodtan, persze itt a generátor a fő lényeg, még van egy húkom, úgyhogy... Már észrevette ezt a szerencsétlent. De annyi esze sincs, hogy elmenjen innen, hozza erre a killert. Mi van, kilép? Kilép a megtomi szerintem. Disconnect. Ja, viszont lett helyette egy bot. Lett helyette egy bot. És milyen jó menekül a bot a nyúl elől. Hát köszi. Ha merre szaladok? Nem baj. Egy izét, egy hílt nyomjunk, aztán szerintem nézhetjük valamelyik kaput. Hát a botot nem muszáj megmenteni. Ez egy új rendszer, hogyha kilép a játékos, akkor bot lesz helyette. Hát bazzeg, ezt nem hiszem el, hogy pont szembe megyek vele.
Ja, igen. Engem elkap mindjárt. Bazd meg. Mert tudom, hogy a nyúl előtt nem szabad letenni a palettát, és lerakom mégis. Rád dob fölötte. Az a baj, deathhúkos vagyok. Nem volt jó nyúl egyébként. És pont nem jövök le, bazzeg. Jó, hogy még van hátra még egy gép, én teljesen azt hittem, hogy már izé van kapu fázis. Ja, hát ez sajnos akkor így majdnem, hogy reménytelen. A McThomas az ládázik a bot. jól nyomtad, nagyon. Ilyen béna ellen... Jesszusom! Nem tudtam menekülni. Szerel a bot. Vajon izé leakasztani is elmegy, érted? Meg van neki tanítva. Igen. Új rendszer van, de hogy forgatja a kamerát, öcsém? És elmegy érted, úgy néz ki. Hogy nem? Mesterséges intelligencia. Ja. Elmegy érted, bazzeg, meg van neki tanítva. Csak kicsit kerülővel. Úgy látom, vagy hogy ne hagyjon nyomot azért. És még lepalettázta és meglámpázta azért. Nyulat. Elég intelligens. És viszonylag jó menekül előle, bazzeg. Hát beszarok, nem, Gyuri? Nézd meg! Olyan, mint... Az a baj, nem fog tudni lemenni, érted? De azért a nyulat megszivatja. Hát most mellé világított. Nem is... Nem rosszak a botok. Az mi jó hír. Hogy hasznunkra vannak, hogyha kilép a bogárka, akkor is. Nagyon kemény voltál, bébi nyúl. Hát figyelj, tesó, ha éjjel megettél egy muslincát vagy egy legyet, annak elégnek kell lennie.
Mário mit csinál? Alszik. Na, lett egész sok money. Addig váltok karaktert, és akkor elkezdek herdálni. Ja, tényleg jó étvágyat, basszus. El is felejtettem mondani. Hát tegnap grillezés volt, és akkor ott a tegnapi maradékot betoljuk szerintem ebédre, meg az asszony csinált egy kis lecsót, úgyhogy az van bőven, bővivel kaja. Szeretem én is. Furcsa, hogy nem sokan játszanak az izével, a Xenomorph-al, nem, tesó? Igen. Ja. Mi is macskás család vagyunk, amúgy. Csak két macska van. Fú, nem akartam a Ripley-vel jönni, basszus, itt még tudok karit választani? Még tudok, tudok, jaj, jó van. Nem emlékeztem már rá. Ja. Jaj, az nem. Inkább irónia volt, tesó. Thank you.
Akkor csak téged tisztel meg vele. Jó. Harangozó Teri. Humban. Itt ezért kolompol a Gyurinál. Igen. Ne! Mellém ütött. Beálltam a Gyuri elé és mellém ütött. Pedig én mindent megtettem, bro. Majd be kéne menni ott a pecóba, ott megcsinálni, az van középen az a gép. Semmi baj. Hirtelen jelenik meg a skill check. Hang nélkül jelenik meg a skill check. Az hex lullaby van neki. Egy hex totem, egy jégő. Szét kell szedni. Addig így fog jönni. Nekem is, csak én eltaláltam. Most volt hang. Nem tudom, nem mindig csinálja. Quentin az mit mutogat? Gyere szerelni, bogárka, gyere szerelni. Nem mutogassál, hanem gyere. Lehet. Igen, mert direkt hangosan kibeugrál. Igen. De ide csalja a killer direkt. Rohadt féreg. Nem szedjük le akkor. Ha megakasztja, akkor lógni fog. Na, lehet. De miért nem jön a killer amúgy? Afkol, vagy mit csinál? DJ Dementor, hello! Ó, kis változatosság, kivétesen nem Evil Dead. Igen. Dementor. Hát muszáj egy kicsit váltania, meg nem akartam ezt a játékot sosem elhanyagolni, csak annyira bevonzott az Evil Dead, hogy egyszerűen nem tudtam mással játszani.
Ez kész van. A killer sekbe kész van. Ledaráltam a sorit ismét. Még mindig állati. Ezt nem lehet megunni, lazán meg tudnám nézni megint, pedig tegnap fejeztem be a sorozatot. Igen, igen, nagyon jó a sorozat szerintem is. Kéne egy generátort találni. Rajtam van ez a gyökér. Majdnem meglettem neki. Ja, tegnap elkezdtem nézni a sorozatot Disney Plus-on. Quentint ismét izé lenyomta. A filmeket is, vagy csak magát a sorozatot? Én a filmeket is szeretem. Azt is szeretem. Leveszem ezt a dögöt. Ja, már itt vagy. Kempelte. Izé van, no one escape. Noed, égő totemet kell keresni. 4 méteres körzetben látod az auráját. Piros, elvileg. Meg kell keresni és szét kell szedni, mert együttésesek vagyunk neki addig. Várjál csak, itt van, megvan. Nyisd ki. Oké, csak melyiket kezdted el? Úgy értettem, csak a sorozatot vagy a filmeket is megnézted. Én nem Evil Deadről beszélek, hogy elkezdtem azt, az Asokát kezdtem el. És az első évadot. Bazzeg, nem azt a totemet szedtem le. Hát jó van gyerekek, ez elment ez a meccs. A Star Wars sorozatot kezdtem el, az az Asoka. Ásóka. Abból nem tudom, hogy film van-e. Abból csak sorozat van, szerintem. Felfelejted mondom hozzá. Igen, mert... Ja, de te nem hallod a chatet, mert a Gyuriék már témát váltottak. Igen, a Gyuriék beszéltek róla. Hát ezt elbuktuk a izi Noedje miatt, és jól gondoltam, hogy az meg Lullaby totem volt, amit leszettem, és az nem a Noed totem volt. Azt hittem, hogy a Noed az. Másokat ismerem, végignéztem a Klónok háborúja sorozatot. Nem tudom, melyiket néztem végig, de sokat megnéztem ezeket a Boba Fettes, ezeket végignéztem. Tök jó volt egyébként. Csak tegnap már most majd újra kell kezdenem azt az Ahsokát, az első részt is, mert bealudtam itt rajta, itt a székbe már. Éjfél körül járt az idő. Még így erőltettem. Hát a legelső. Mit tudom én, hol tanult. Én azt értem, csak ő nem jelent meg még a sorozatba. Tehát én nem tudom, ki alatt tanult, csak elindult a sorozat. Elment valami gömböt, megszerzett ott az elején, aztán utána bealudtam körülbelül. Aztán be is aludtam, mondom, mert fáradt voltam, mint az állat.
Úgyhogy majd újból kell nézzem előről teljesen. Egészség. Ja? Na, bocsi. Mi? Ja, az animációs sorozat, a klónok. Koronok háborúja, animációs sorozatot érdemes megnézni, ha még nem láttad. Ahsoka az egyik főszereplője, nője. Szinte minden egyes részben szerepel. Oké. Na, az jó kaja pedig. Viszont én lehet, hogy úgy fogok dönteni, már csak azért is, mert kellene majd nem sokáig ebédelni, hogy egy filmmel kezdődik a klónok háborúja, ott lép be Ahsoka a képbe, mint új Jedi tanonc. Aha. Hát csak azon filózok, hogy mégiscsak két része stream lesz, mert akkor zabbantok egyet, és akkor meg utána már nem Dead By-jal jövök. Hanem, hát ez a hanem, ezt nem tudom, esetleg akinek van ötlete, a két választási lehetőség van, Evil Dead vagy Texas Chainsaw, úgyhogy az nyugodtan írja le, hogy mit szeretne, de valamelyikkel a kettő közül, és akkor két részből fog állni, és akkor az is lesz egy ilyen 4 óra hossza körülbelül, amit még így a szabadidőmből föl tudok áldozni. Aztán egy picit meg kell pihenjek délután, meg kell dőljek, mert megyek éjszakára, úgyhogy... Üldözés. Üldözés. Tehát... Igen. Hát attól függ, mihez lenne több kedve, Texas-szal nem játszom, de szeretem nézni. Egyébként úgy mind a kettőhöz, de hát nekem a szívem az mindig az Evil Dead fele húz, persze. Né. Aha. Ha neki is voltak időszakai, hogy majdnem abba hagyta ott az Evil Dead-et teljesen. Mindig én parancsoltam rá, hogy jössz játszani. Ez meg a Trickster? Vagy a Ghostface? Ah, Ghostface, ja. Menj Evil Dead-et, verj a pár baby papi démonnal, és a szerencséd van, kapsz egy jó meccset is. Mostanában egyébként összeálltak a tímek megint az Evil Dead-be, úgyhogy nem feltétlen baby papizás lenne a vége. Főleg így hétvégén, hogy ráérnek az emberek. Bele lehet futni egy-két ütős kis csapatba.
Ja, annál jobb, ja. Itt vagy, köcsög. Itt van már fönn. Rajtam van. Baj, eljöttem a dead zone-ba. Nem baj. Ah, lehet, hogy abba hagyom most én is. Egy kis időre. Most jöttem be a dead zone-ba. Szép. Itt van. Itt a falakat ellenőrzi körbe-körbe, hogy van-e itt valaki, de... Szerintem most meggugolt, igen, itt gugol a nem messze. De valaki jön, szerintem az a bot. Igen. Az te vagy? Az nem te vagy. Az a bot volt. Nem, nem a bot, kettő Zarina kasszír volt, ja. Jön utánam ez a süttyó. Nem tudom leszedni. Hol vagy? Valahol lapul szerintem. Ja. És hogy tudtál beszúrni, bazd meg? Rohadjál meg. Ja, jön, jön.
Várjál, most visszafordult valami, vagy nem tudom mit csinál, össze-vissza köröz. Jaj! Ez véletlen. Véletlen elfelejtettem nyomni. Talán. Nem. Pont elrontottam egy skill checket, ha azt nem rontom el, akkor épp elég lett volna az idő. Szerintem valamelyik ott hagyott egy jól álló gépet. A random. Na mindegy, jön ide hozzád. A boton meg rajta van a killer. De bazzek, de nézd meg, hogy milyen jól csinálja, és amikor nem látja izét, a piros foltot a killer után, akkor is tudja, hogy merre. Nézzek, így meggoogol, azt se tudja, hol a killer, és kivár. Nézzek, most se látja a killert, merre indul el, és jó fele. Tehát hihetetlen. Nagyon jól lúpol az meg a izé bot. Lerázta a killert, öcsém, úgyhogy vigyázzatok. Ja, nem, az arinám van. Jó leszel, Gyurikám. Ott a kijárat. Nem, a Zarinát üldözi még. Neked nem is kell, reméljük a random, igen. Vagy a izé bot. Az a durva, hogy tapasztalt játékosok még ennél is jobban tudnak loopolni. Igen, igen. Igen. Hát ebbe a játékban igen, ez a loopolás, ez nagyon nagy fegyver. Ha valaki jól csinálja, és a bot elmegy érte, nézd meg. Illetve elindult, de most már killer rajta van. Most nincs rajta. Ott van fönn a izé dombonja. Igen. Ma lehet egyébként, igen. És nézd meg, hát, de hogyha ez mesterséges intelligencia, akkor nagyon-nagyon jó. Azt nem fogják leszedni nekem, de leszették. Nagyon, tehát hogy ha ilyen mesterséges intelligenciát raktak bele így a botoknak, akkor ez marha jó. Hát ez tényleg segítség. Nem csak az, hogy ott van, hogy a killer kétszer leüsse és megölje. Ne! Gyuri, ne! Miért nem ilyenek a botok minden játékban? Hát igen, igen, igen. Élettelen? Kiégté. Oké, én akkor köszi a figyelmet egyelőre, aztán szerintem egy órán belül jövök vissza. Igyekszem, igyekszem. Addig is ebédeljen mindenki, tegyen így.
Na, jövök nem sokára. Addig is jók legyetek, sziasztok! Ja, és